Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, mit tervez, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most feltesszük az első kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Ez itt felül és alul látható. Itt ez a lovas férfi lehet egy ismerős, valaki a családból, vagy egy barát, vagy kollégája, aki útban van hozzá. De a kártya jelentheti azt is, hogy fél attól, hogy te megismerkedsz valakivel, tehát féltékeny. Hiszen a lovas férfi azt is jelentheti, hogy egy férfi útban van hozzád, és ez foglalkoztatja őt a gondolataiban. Amit a kép még jelenthet, például, hogy ő jön hozzád. Ő veszi kezébe a dolgokat, és minden előre halad. Amit a kártya még jelenthet, mindaz, ami mozog. Ez lehet autó, ennek a vétele, vagy eladása, lehet egy költözködés, lehetnek változások, vagy lehet egy kirándulás is. A gyermek szintén megjelenik a gondolataiban, és jelentheti a gyermekeket. Például, hogy tervezi a család alapítást, és szeretné azt, ha a gyermek útban lenne hozzátok. Vagy egy fiú gyermekről van szó. Persze, mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és az is lehet, hogy ő sportol, megvan a fiatalos kisugárzása, vagy nálad van ez így, és így gondol rád. Azon kívül a gyermek jelenti az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk, ő áll a középpontban, ő irányítja a dolgokat, itt lesznek változások, vagy megváltozik a külseje, a hozzáállása, vagy megváltoznak bizonyos dolgok a környezetében. És itt a park az jelenti a nyilvánosságot, hogy ő megjelenik a nyilvánosságon, és szeretne változásokat, szeretné azt, ha megkapná másoktól az elismerést. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Még itt van ez a felhő. Ez jelentett bizonyos dolgokat, amit fél évvel ezelőtt éltetek át, és számára, számodra, mindkettőtök számára annak idején valami még átláthatatlannak tűnt, és ő jelenleg szeretne ezen változtatni. Hiszen útban van hozzád, és itt az egerek segítenek, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják a felhőt. Mindazt, ami eddig átláthatatlannak tűnt. És itt a lilium virág jelenti a tisztaságot. Ő szeretne rendezni veled valamit. Amit a lilium virág még jelenthet, ezek a szexuális témák, lehet, hogy ott volt valami, ami átláthatatlannak tűnt, vagy féltékeny volt, vagy esetleg te voltál féltékeny, vagy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ti ezt elképzeltétek, abba, most németül mondtam, ne bocsánat, tehát az egerek itt segíteni fognak, eltüntetik a felhőt, és itt tisztulnak bizonyos dolgok köztetek. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a többi kártyák.
ami ezt a lovas férfi illeti, ez egy személy, vagy a mozgás. Hát ő fog döntéseket hozni, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább. Ezek nem csak tervek vagy gondolatok, hanem itt látható a mozgás, tehát tesz ennek érdekében valamit, lesznek változások, amit a gólyák is jelentenek. És ez a kislány, itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. Ez lesz egy új irány, és a gyermek jelenti ezeket az újdonságokat. Azon kívül itt rendezi majd a dolgokat. Milyen változások lesznek a gólyák? Itt ez a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, de jelent utazásokat is. Vagy egy közös nyaralást, vagy lesznek külföldi kapcsolatok, vagy azt is jelenthetik a képek, hogy ő távol él, és szeretne ezen valamit változtatni. A gólyák gyakran jelentenek költözködést, ami őt illet, meg az ő érzelmeit. A horgony jelenti a biztonság érzetét, ugyanúgy, mint a fa, ahol le tud horgonyozni, le tud gyökerezni. A horgony az jelenti a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy itt vannak külföldi kapcsolatok, vagy szeretne valamit változtatni a munkahelyen, vagy szeretné azt, ha megkapna az elismerést, ami a munkáját illeti. Lehet, hogy itt van a nyilvánosság, ő fellép a nyilvánosságon. És mit mutat a következő kártya a nyilvánosságot illetően? Itt látható a szerencse, hiszen a virágcsokor az egy kellemes meglepetés, vagy egy jó ajánlat, vagy egy ajándék, jelentheti a kreatív tevékenységet is. És mit jelent a lilium virág? Mit kell tisztázni? A gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok. A gyűrű jelentheti azt is, hogy ő még nős, és ezt kell megbeszélni egymással, hogyan tovább. Benne marad a házasságban, vagy válásra kerül a sor. Amit a gyűrű még jelent, ezek bizonyos szerződések, ott is kell tisztázni még bizonyos dolgokat. És megnézzük a felhőt közelebbről. A hold az jelentheti az anyukáját, vagy az anyai témákat, például a család alapítást, egy kisbaba születését. Itt vagy még bizonytalan, vagy a felhő jelenthet fél évet, a jövőt is, hogy fél éven belül szeretné azt, ha lenne itt egy változás, azon kívül a gólyák és a gyermek tényleg jelenthetik egy kisbaba születését is, és itt vannak az anyai érzelmek. Amit a hold még jelent, ezek az elképzelések, és nem tudja azt, hogy tudná ezt megvalósítani, hiszen itt van mellette a felhő. De azért az egerek segítenek. És mit fognak az egerek még eltávolítani? Itt a kutya jelenthet házi állatokat is, lehet, hogy itt egy házi állat elbúcsúzik tőletek, egy kutya vagy egy cica, de a kutya jelenti a barátságokat is, hogy bizonyos ismerősök eltávolodnak, lezár bizonyos kapcsolatokat, vagy te zárod le ezeket a kapcsolatokat. Az ő jelenlegi helyzete... Itt meg lesz a vidámság, a könnyűség, a csevegés, beszélni akar veled, de itt van a nyilvánosság, ő másokkal is
tárggyal, itt vannak kapcsolatok a környezetében, vagy a nyilvánosságon, és a te energiád. Itt a csillagok szerencsét hoznak, egy jó energiamező, lehet egy spirituális terület is, ahol te ki akarod bontakoztatni magadat, de ahogy látom, a kártya a feje tetejére állt, tehát itt még valamit más szemszögből kellene nézni. Én úgy gondolom, hogy megvan a tehetséged, és ki tudnád ezt építeni, egy spirituális munkát, de még bizonytalan vagy, és félsz attól, hogy minden a feje tetejére áll, de gyorsan-gyorsan megfordítom a kártyát, és akkor így látjuk, hogy megvan a szerencse, megvan a bizalom, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva, de mivel a kártya a feje tetején volt, vannak olyan pillanatok, amikor nem bízol ebben. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.